Üdvözlöm, kedves barátaim! Sziasztok! Egy pár gondolatot szeretnék megosztani veletek Bhagavad Gita-val kapcsolatban, ami 5. fejezetéről szól, és egy kis intro után folytatjuk. A Bhagavad Gita 5. fejezete karma jogáról beszél. Ez azt jelenti, hogy cselekvés tudással, a transzcendentális tudás által, vagy alapján végezve olyan féle tetteket, cselekvéseket, kötelességeket, amit ember fejleszti, vagy fejlődik ember lelkileg, és megvalósítási útján jár, hogy elérjen az abszolút igazságot. És egyik vers, ami a 7. vers ebben az 5. fejezetben, nagyon jó leírást ad, azért gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy hihetetlen milyen lelkesítő és jó, hogy hogyan lát egy ilyen ember, aki lelki látással rendelkezik, vagy megvalósította magát. Itt van nektek a fejezet, vagy a maga a vers, és ti olvassatok magyarul, én olvasom nektek szanszkritul. Yoga yukta visuddhatma vijitatma jitendriya sarva bhutatma bhutatma kurvana pinnalipyate. Arról beszél a vers, én szanszkrit szerint fogok menni nektek mondani, és arról szól, hogy yoga yukta visuddhatma. Hogyha valaki gyakorol a jogát, általában ebben a korban a bhakti joga van javasolva, akkor mi történik? Visuddha atma. Visuddha atma az azt jelenti, hogy az én természetem, tudatom tisztul. Visuddha atma. Mit jelent, hogy tisztul? Amikor megtisztul a tudata, akkor megváltozik a látása. Akkor én kezdek látni, hogy én nem idevalósi vagyok. Hogy nem vagyok kapcsolatban az anyaggal valójában. Van egy testem, ami funkcionál az anyagi törvények szerint, de én, mint egy lélek, nem kapcsolódok hozzá. Szóval nem vagyok ennek a világnak a hozzá tartozója. És akkor utána mondja, amikor van ez a tisztulás, vijitatma, mikor megtisztul a tudatja, az elméje, megnyugszik, és akkor jitendriya. Mostani világban mi nagyon szét vagyunk tépve a anyagi vágyokkal, ide gyere, azt csinál meg, és annyira nehéz megállni, annyira hajtanak az embert a vágyok, és ettől ember nagyon ideges, és kettőség világában él, így hadvesa. Szeretem valamit, amit vagy ragaszkodók, icha, mert vágyhoz, és dvesa az azt jelenti kettőség, hogyha valami engem akadályoz, akkor én ideges leszek, agresszív leszek. És általában az a kettő hajtja az embert. De aki gyakorol jogát, akkor megszabadul ettől a kettőségtől. Vijitatma jitendriyan. Az érzékek megnyugszanak, legyőzi az érzékeket. Miért? Mert megint van egy látása a módja, hogy én, itt van ez a világ, és az abszolút igazság, vagy az Úr, ő adja mindent, és hogyha valaki elégedetté teszi őt, magyarul szolgálja az Urat, akkor ő boldog és elégedett lesz, és akkor ő így megnyugszik, ő így látja. És utána mit lát? Utána mond, a szárva bhutatma bhutatma. Ez azt jelenti, hogy ő azt lát, hogy minden más élőlény is ugyanolyan, mint én. Nem tartozunk ehhez a világhoz. Ezért ők is lelkek az Úrnak parányi részei. És mivel én úgy látom magamat, hogy én is parányi része vagyok, és elégedetté tenni az Urat, szolgálni akarok, mert ez a boldogságnak a forrása,
és ő látja, hogy mindenki nagyon kedves úr számára, mivel érzékek nyugodtak, ez egy érdekes dolog, akkor lehet, ez egy ilyen formula, hogy lehet látni lelkeket. Hát ameddig az embernek az érzékek és az elme, stresszek, a zavarodások nincsenek hát nem vagy megnyugtatva, eltüntetve, megtisztítva, addig nem lesz ez a látás. Addig én csak látom, hogy barátom, aki adja az élvezetemet, vagy jelenség, aki akadályozza. De mikor van ez a békesség, vagy ez a békesség ettől a látástól is jön, akkor máshogyan kezd látni az embereket, egy ilyen személy, Sarva Bhutatma, és ő akkor kezd mindenkit szolgálni. Egy ilyen személy igazán jótékony ember lesz. Ő nincsen más motiváció, mint boldogra tenni mindenkit, és mindenkit akar szolgálni. Mert mindenki, miért? Az Úr kedves számára, ő azt látja, hogy mindenki kedves, nem csak ő, hanem mindenki kedves az Úr számára. Ezért ő számára is mindenki kedves, és akkor ő próbál mindenkit szolgálni. Ennek az lesz az eredménye, ilyen ember kedves lesz másoknak is. Amikor emberek látják, hogy ez egy személy önzetlenül nekünk mindig jót akarja, akkor ő kedves lesz számunkra. És akkor egy ilyen pozitív hangulat keletkezik. Így látjunk, hogy a formulája békének a lelki megoldás. Ameddig nem emberek nem látnak lelki dolgokat, addig lehet bármilyen enszet, mert minden másféle ilyen szervezeteket létrehozni a világ békességért, de nem fog működni, mert itt kell változtatni. Ha itt meg van változtatva a tudatunk, akkor nem kell ilyen mindenféle szervezeteket létrehozni, hogy békesség legyen, hanem automatikusan lesz, mellékhatás lesz a békessége. Szóval így lát egy személy, aki lelkileg megvalósított, sőt, aki legalább teóriai szinten, hogy mondjuk magyarul teóriai szinten, elméleti szinten ezt elfogadta, akkor már változik a látása. Így működik. Remélem, hogy hasznos volt nektek ez a kis tudás a Bhagavad Gita-ból, úgy, ahogy van. Írjátok kommentekbe, kinek már van Bhagavad Gita. Azok is írjanak, akik már olvasták Bhagavad Gita-t valamikor. Írjátok azok is, akik most olvassátok Bhagavad Gita-t. Írjátok azok, akiknek nincsen Bhagavad Gita, és írjátok azok, akiknek nincs Bhagavad Gita, de szeretne egy Bhagavad Gita-t. Akkor majd mi tudjuk nektek segíteni. Köszönöm szépen, mindenki legyen boldog, sok sikert kívánok mindenben, és akkor Hare Krishna!